Sziasztok, jó estét kívánok itt az újabb ASA webináriumokon, amit Árpi Kárpár, Bilibo Kárpár kollégámmal fogunk vezetni. Hétről hétre minden hétfőn, és ahogy beszéltük szerdán. És ennek az a célja, hogy segítsük egymást az online, illetve online-offline munkába, az ASA-val. Szeretném nektek bemutatni a kolléganőmet Jámborné és Zsigmond Zitát, nekik is van már egy oldaluk a lányával, egy online oldaluk, és ő is Pécelen lakik, és hát már korábban is dolgozott hát természet, tehát olyan dolgokkal, amik az egészséget segítik elő, és most az ASA-ban is a weboldallal indul. És egyébként nevelőszülőként dolgozott évekig, és most otthon van, és szívesen dolgozik olyan dolgokkal, amiket otthonról lehet végezni. Igaz, Zita? Igen. Na, viszont nem látunk, nem tudom, hogy van-e kép, vagy nem lesz kép. Újra lett rakva a gép, és nem. Nem. Jó, hát akkor most nincs kép. Mindenki a gép. Most úgy látszik ilyen. Ez a mai nap ilyen. Technikai. És akkor átvitt Bilibo Kárpádat, megkérem, hogy mutassa be Brigit, mert nekünk, mert hát már így a posztokból ismerjük őt, a remek jó posztjaiból, meg a Facebookról, de még személyesen, úgymond személyesen így az interneten most találkozunk először. Na, oké. Hát igen, ez tényleg egy kicsit személyes, hogy itt össze tudunk jönni. Na, Brigiről azt kell tudni, hogy akkor egy hónappal, másfél hónappal ezelőtt még az első céggel kapcsolatban leveleztünk, ott vásárolt valamilyen terméket, és aztán közben írta, hogy hát neki most nagyon nincs ideje ilyesmivel foglalkozni, mármint az ASA-val, meg a betöltünk. Nem is akarok. Kijelentette, hogy ebben nem akar foglalkozni. Nincs ideje, meg nem tudom még milyen kifogások voltak. Hát aztán ez megváltozott, azt hiszem, egy hét alatt körülbelül, ugye? Igen. Na. Szia, Marika. Közben folytatjuk, itt akkor. Szia. Na, tehát akkor ez történt, hogy ismét beszéltem a Brigivel, vagy beszéltünk ugye Skype-on, mert ő Angliába él. Mióta élsz Angliába? Mennyi ideje? Két éve? Három éve. Amúgy Magyarországon, honnan is Halas? Igen, Kiskunhalas. Kiskunhalasról származott. És akkor itt a Skype-on ugye összejöttünk, beszéltünk, és hát gondolom addig már megnéztél egy pár dolgot így az ASA-ról, mert a hírlevelek is mentek, tehát küldtem én a hírleveleket, vagyis a rendszer küldte a leveleket ugye Biginek. És akkor hát hirtelen azt mondta, hogy na, kipróbálná, és 5 perc múlva már be is volt regisztrálva, meg is rendelte az első csomagját, 4 italt, meg 2 remut, és hát azóta folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és Brigi is úgy kezdte, hogy hát ő nem nagyon érte a számítógéphez, meg internethez, ahhoz képest most már naponta posztol, úgyhogy megtanulta itt a Kalatnak a működését, nagyon jó posztokat csinál, fényképekkel ellátva a tapasztalatait azt osztotta meg, és hát így már vannak érdeklődők is, már egy regisztráltja is van, és a következő is már ugye folyamatban, csak ott még kórházba hölgy, de hogyha ilyen, akkor az is meg lesz, és ő tényleg az a személy, aki nagyon tanítható, nagyon pontosan, de tényleg, pontosan megcsinálja, amiket kell. Hát ezt én sem vagyok internet zseni, meg számítógép zseni, én is folyamatosan tanulom, csak az a lényeg, hogy taníthatók legyünk. Tehát ugye kell egy kis alázat, hogy itt vannak nálunknál sokkal okosabbak, én sem kell kitaláljak semmit, én is tanulom. Ugye a Willitől, meg ott a rendszerből, az oktató videókon keresztül, hanganyagokon keresztül. Hát most ugye, amióta én is elkezdtem ezt az online rendszert, azóta, ha hisztek, ha nem, a telefonomra rátöltöttem, hát van legalább több mint 100 hanganyag. Bárhova megyek, edzeni, sétálni, utazok, a fülemben van, és mindig hallgatok valamit. Tehát ez már most egy ilyen online agymosás, úgymond jó értelemben. És
Tehát így jönnek ugye az ötletek. És most építjük, valóban részesei vagyunk ugye ennek a 90 napos programnak, amivel ugye meg akarjuk alapozni mindjárt így az online üzletünket, mert ugye eddig mi már csináltuk, hogy, de most ez mindjártnak egy új kezdet itt a Katának is, Zitának is, Marikának is, meg ugye az új belépőknek, és hát most ugye, hogyha jönnek a belépők, és most már fognak jönni, akkor az oktatórendszeren kívül most elterveztük, hogy nem is egy, hanem hetente két webináriumot fogok tartani. Egyet hétfőn és egyet szerdán, mind a kettőt 8:30-tól. Jó? Szuper! Csinálunk felvételeket, mint hogy erről is, és akkor ezekből olyan oktató videók is lesznek. Na, tehát akkor ennyit. Brigiről, akkor azt hiszem, Kata, bemutatnád Marikát, mert akkor őt még Brigi nem ismeri, de azután már bemutatta, de őt ismeri Marika. Marika, van neked kamerád? Lássunk téged is. Nekem még mindig nincs kamerám, bocsánat. Fel fogok lépni az evolúció erre a fokára is, jó? Meg igen. Akkor én bemutatom nektek. Sose tudom, hogy van az asszony, az egész neved, Marika, segítesz? Vadasné Tóth Mária. Őt már ismertem korábbról is, mindig, tehát sok éve foglalkozik már természetes módokkal, és egy szülői körnek is a vezetője, ahol nagyon komoly munkát végez azokért a gyermekekért, akik esetleg hiperaktívak, vagy valamilyen problémákkal küzdenek, és még egy vállalkozást is vezet, tehát mondjuk egy rendkívül sikeres vállalkozó asszony, és mellette még egy igen jelentőségteljes önkéntes munkát is végez, és ezzel az online módszerrel már ő is találkozott korábban, és most határozta el, hogy ezen a módon, tehát ezt is bekapcsolja a munkaformák közé, mert neki is van egy weboldala, ő is most tanulja a posztolást. És akkor tudnám a szót Ákinak, mondjuk örülünk, hogy itt vagy Marika, hogy akkor vágjunk itt bele a tanulásokrébe, amit mára szentelt. Jó, tehát mára itt előkészítettünk Katával, tulajdonképpen két posztolni való anyagot is. Hát akkor most a Brigi engedelmét is kérjük, hogy amit megosztottál, és ami ugye nagyon jó volt itt a szabadságod, hiszen ez az internet szabadságáról írtál egy kis cikket. Igen. Hogy abból, akkor reklámoználak téged is, hogy abból én is csinálok egy posztot, de persze rólad szól az egész, nem rólam, csak hogy akkor megmutatom a többieknek is, hogy kell csinálni egy posztot. Ezt meg fogom osztani a Facebookon, és utána, ha még ugye lesz időnk rá, akkor csinálok egy hírlevelet is belőle, jó? Ez komolyan ilyen jó lett? Ez jó lett. Ez tetszik mindenkinek. Nagyon fontos, és nagyon jó kezdeményezés, tehát hogy pont amit ez az Ellen Noble mondott, hogy ha csak a termékkel kapcsolatos tapasztalatokat osztunk meg, akkor ugye termékfókuszúak leszünk, és ezt nem szabad, mert nekünk ugye munkatársakat szeretnénk szintén, és a vásárlók jönnek a munkatársakkal együtt, viszont hogyha csak termékről osztunk meg posztokat, akkor úgy nem, az úgy nem lesz igazán, nem lesz egyesült. Igen. Jöttem néhányan ugye termék tapasztalatokra is, hát nekem is a kiregisztráltjaim most voltak az utóbbi időben, azok tényleg nagyrészt termék tapasztalatra jöttek, hát nem tudom, Brigi, téged ugye inkább az üzleti rész csábított, de vagy a termék is, nem? Vagy inkább én tudod, hogy én ellene voltam az üzletnek, engem csak a termék, és elsősorban veled való hitem, benned való hitem, tehát bíztam benned, mert gondoltam, hogy tehát az egészség, tudod, amit rendeltem tőled az előző cégtől is, tehát nekem fontos, mert túléltem a saját halálomat, így nagyon tudom díjazni most már az életet azóta, még jobban, és tehát nekem valójában a termék keltette fel az érdeklődésem, és mivel benned bíztam, így abszolút nem érdekelt, hogy mit árulsz, mert azt gondoltam, hogy ha te benne vagy,
Ha te benne vagy, és ezt csinálod komolyan, tehát annyira bíztam benned, hogy ez csak jó lehet. Na, hát köszönöm a bízalmat. Utána jött ez az egész, hogy megjött a termék. Tudod, az első sztorim az abszurdum, elájultam tőle. Az első hatás, amikor pont beszéltünk webkamerán, amikor megjött a postás, emlékszel rá, hogy a gymből jöttem haza? Na, akkor én ott teljesen elájultam a terméktől is, és ennyire jó, akkor most már, akkor miért ne csináljam, mint üzlet? Ezt másnak is meg kell mutatni, segíteni kell. Hát pont erről szól az üzlet. Ez a postás történet? Azért egy-két szót mondjál már róla, mert ezzel kiparadtunk. Nem, ez az első napon volt, gyorsan elmondom, röviden megpróbálom, hogy ne húzzam az időt, de ez annyira jó sztori volt, hogy az első napon volt szó szerint egy személyi edzővel a gymben. 40 percig, gondolhatjátok, egy igazi kigyúrt, és mit ad Isten, egy fekete ember volt az edző, hát Angliában itt előfordul. Életemben soha nem voltam így személyi edzővel, nem, hogy egy ilyen, szóval ilyen jó nagy darab ember volt. Hát én meghaltam a 40 perc alatt, alig bírtam hazavászorogni, 5 percre lakom, elájultam, leültem a teraszon a kanapén, összeestem, még a kis liter tejem is bírtam bemenni a boltba, mert mondom, meghalok. Leültem az ágypont hívva, elkezdtünk beszélgetni, mondom, bocs, csöngetnek, kilépek, azt mondja, nem, ráér, maradjak, nyissam ki az ajtót. Kinyitom az ajtót, pont jött a postás, hozta a csomagot. Azt mondja az ágypő, hogy ha már ilyen rosszul vagyok, gyorsan bontsam ki, így a gyorsan. Mondom, nem baj, hogy nincs nem reggel van, azt mondja, nem baj. És megkúrtam a felesemet, beszélgetünk tovább, én szépen meghaltam, alig éltem, és akkor befejeztük a beszélgetést, és akkor én ott ájulok tovább, hogy na hát ez kész, én holnap biztos nem bírok meg sem mozdulni, nem tudok menni dolgozni, kész, végem van. És nézegetem a kertet, közben nézegetem, hogy itt egy kis száraz virág, azt meg kellene csinálni, azt, egyszer csak azt hiszem észre, hogy csinálom, és nem hogy csinálom, hanem megcsináltam az egész kertet, és este gondolkodtam, hogy mi történt velem, ezt nem hiszem el, ilyen nincs, ez nem lehet az asszea, ez hülyeség. De mondom, az előbb halott voltam, most mi lett? Na jó, majd reggel biztos, hogy nem bírok kikelni az ágyból, és reggel kikeltem, nem hogy úgy, mint az előtt, hogy mert azelőtt ugye vannak kopás ízületi problémáim, két gerincsérvem, tehát minden reggel nekem az ágyba tornázni kellett egy minimum fél órát ahhoz, hogy beinduljak, kibírjak mászni kézőjelbe az ágyból, most meg kiugrottam, mondom, és utána nézem, mondom, mi van, mert ugye a jót hamar meg lehet szokni, gondolkodok, hogy ez mi volt, mondom, tegnap edzés, meghaltam, megittam az aszeát, most már egy igen, megint? Mondom, ilyen nincs, ez nem lehet. Tehát nem fokozom tovább. Itt teljesen lájultam, hogy magamnak nem hittem el. Tehát ez annyira csodálatos dolog volt, hogy... Na, és akkor ezeket a tapasztalatokat osztotta meg végig, és ennyi lett gyakorlatilag. És így kezdtek érdeklődni már ott Angliába, és már az edződ is ugye érdeklődött. Igen, őt is elvarázottam. Meg valami fiút is mondtál, akkor közben jött Magyarországra, akkor ott is... Arról mondanál egy pár szót, hogy Magyarországon hogy fogadtak az emberek, hogy megfiatalodtál, meg tele vagy energiával? Igen, hogy nem ismernek rám, ez a fiú is rám írt, ő igaz Angliába él, de magyar, nem is messze lakik tőlem, vagyis itt Londonban messze lakik, csak félegyházi, tehát Kiskunhalastól nincs messze gyakorlatilag. Önnek egy motorbalesete volt, és rám írt, hogy annyira tetszik neki ez a változás, meg mi ez az online munka, mert őt az online munka érdekelné, mert több mint fél évig feküdt. A műtötték több soron, tele fém darabokkal, lába meg, szóval teljesen úgy volt, hogy lenyomorodik. Most már tud járni, de festő a szakmáját, tehát el kell búcsúzni a festői szakmától, és azt mondta, hogy neki valamit online kellene lépni. Most úgy érzi, hogy ez neki nagyon felkeltette az érdeklődését. Most a hétvégén volt, hogy most jöttem ugye vissza a nyaralásból, hogy találkozunk. Közben lépett neki a szerelem. Most ő rám írt, hogy, hogy bocsi, most elfoglal, de továbbra is érdekel a dolog. Hát én most türelmesen várok. És ma írtam neki, hogy
hogy is írtam neki, és lájkolta nagyon, hogy igazam van, de hát most nagyon el van foglalva. Jó, hát majd előkerülni ismét. Igen, hogy beteg lábbal még lehet élni, de az álmok nélkül nem. Csak ennyit írtam. De jó. Minden, ez jó. Akkor ő is kiírta, hogy így van.